aki ballag, az halad valamerre. Kedves ballagók, merre mentek? Hová indultok? Mi a cél? Mert nem mindegy. És a cél az nyilván nem az érettségi, mert az csak egy kapu. Kapu, amin keresztül kiléptek az intézményeinkből, és amin keresztül beléptek a súlya való világba, a felelősség teljes életbe. Egyszer megkérdeztek egy híres tudóst, hogy mi volt a legnagyobb dolog, amit elért az életébe, és ő kapásból rávágta, hogy az, amikor 3 éves koromban elértem a kilincset. Különleges nap ez a mai. Hogy miért is olyan fontos? Nekünk, 11-eseknek azért, hiszen innentől kezdve mi leszünk a legnagyobbak a diákok között. Ma, még egyszer, ti vagytok a főszereplők, hiszen mindenki értetek van itt. Ez a sok-sok ember, aki most körülöttetek áll, szüleitek, rokonaitok, tanáraitok, ismerőseitek, mind segítettek, segítenek és segíteni fognak céljaitok elérésében. Minden jelenlévő kapcsolódik hozzátok, és számukra fontos, hogy a ti életetek elképzeléseitekhez méltóan alakuljon. Próbáljátok az elválás jó oldalát is szem előtt tartani. Olyan úton indulhattok el, amit szerettek, hiszen ti választottátok. Talán szorongás fog el benneteket, ha arra gondoltok, hogy eljött a búcsúzás ideje. Búcsúzás az iskolától, egymástól, a tanároktól, diáktársaitoktól, mindazoktól, akikkel együtt voltatok, együtt éltetek, tanultatok és dolgoztatok az itt eltöltött 4, illetve 8 év alatt. Hosszú idő. Ezzel kiismertetek mindent. Tisztában vagytok vele, melyik tanteremben melyik szék billeg, melyik táblán csikorog leginkább a kréta, hol lehet észrevétlenül puskázni, melyik teremre milyen partfirka jellemző, melyik ajtó van mindig nyitva, illetve zárva. A Szilárd János református gimnázium nem csupán falakból és osztálytermekből áll. Ez egy olyan hely, ahol a tudás és a közösség találkozik. Képzeljetek el egy kémia termet, ahol kísérleteitek és felfedezéseitek magasba vetítettek benneteket. Egy biológia termet, ahol megértettétek az élet csodáit és a természet törvényeit. Ne felejtsük el a lépcsős fizika termet sem, ahol megmásztátok a tudomány csúcsait lépésről lépésre. Képzeljétek az órákat, ahol együtt kutattatok a magyar nyelv gazdagságában és az irodalom klasszikusainak világában. Ne feledkezzünk meg az emlékezetes matematika órákról sem, amikor közösen oldottátok meg az egyenleteket és gyarapítottátok tudásatokat. Az iskola aulája volt az a hely, ahol összegyűltünk, hogy megvitassuk az ötleteket, terveket és álmokat. Itt születtek barátságok, szerelmek, és itt találkoztunk mindazokkal, akik példaképek voltak számunkra. Bár most elhagyjátok az iskolát, mi továbbra is örömmel látunk falai közt minden egykori diáktársat. Bárhova is sodorjon el benneteket az élet, egy részetek mindig ide fog tartozni, kötődni, hiszen itt nőttetek fel, itt kaptátok meg az alapköveket, amikre a továbbiakban egész életetek során építhettek majd. Csak sikert, érettségihez, élethez, szerelemhez. Engedjétek meg, hogy a költő Hertai Jenő szavait adjam nektek útra valóul. Az utcán áldogálva, ha látom a diákokat, a szeptemberi napsugárban szívemből mély súvaj fakad. Oly szép idő volt a diákkal, és visszamentél soha. Biztos vagyok benne, hogy minden egyes együtt eltöltött pillanat és végig tanult óra segített megerősíteni benneteket az előttetek álló feladatokra. Az elmúlt években számtalan emlékkel gazdagodtatok, azokkal az izgalmas osztálykirándulásokkal, melyekben együtt fedeztétek fel a világot, azokkal a sikerélményekkel, amelyeket közösen éltetek át, és azokkal a barátságokkal, melyek örökre megmaradnak. Most pedig
Itt a pillanat, hogy köszönetet mondjunk mindazoknak, akik részt vettek a felkészítéseknek. Köszönöm az osztályfőnökök és pótosztályfőnökök éveken át tartó alázatos munkáját. Elmúlt a gimnazista éveink, és eljött a ballagás napja. Megragadom az alkalmat, és ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik mellettünk álltak az elmúlt évek során, szüleinknek, tanárainknak, barátainknak. Szüleinknek köszönjük a sokféle támogatást, szeretetet és bizalmat, amellyel felénk fordultak. Reméljük, hogy büszkék lesznek. Tanárainknak hálásak vagyunk azért, hogy oktattak, neveltek bennünket, tereltek a hosszú úton. Olyan emberek voltak az életünkben, akikre mindig számíthattunk. Jó érzés tudni, hogy a barátokra is mindig számíthattunk, és szeretnénk, ha ez meg is maradna a jövőben is. A végzősöket emlékeztetem arra a szóra, amit ez a történet mutatott meg nekünk. Elmúlik. Jusson eszünkbe, ha szomorúak vagyunk, de akkor is, ha nagy öröm ér, mert ez megóv attól, hogy elveszítsük a fejünket, segít abban, hogy megtaláljuk a megfelelő utat számunkra. Kívánom, hogy mindannyian hasznosítsuk jól a nekünk adott talentumot. Legyen örömünk a munkában, amit nap mint nap végzünk, és olyan emberekhez tartozzunk, akikkel igazán megértjük egymást. Áldás, békesség!